ünnepi hangulat a tuzséri Lónyai kastélyban. A település fúvós zenekara a Lónyai 200 emlékév záró eseményén állt színpadra. A Tuzsér Községért Közalapítvány 2022-ben Gróf Lónyai Menyhért születésének 200. évfordulója alkalmából egész éven át tartó programsorozatot szervezett határainkon innen és túl. Ebben számos partner támogatta a szervezetet. A bicentenárium éve ugyan véget ért, a programok zárását azonban többek között az orosz-ukrán háború miatt el kellett halasztani. Az eseményen a támogatók és a partnerek munkáját, együttműködését is elismerték. A zárórendezvény pedig ugye azoknak szól, akik támogattak, együttműködtek az emlékek megvalósításában. Hát azok a szervezetek, ahol Lónyai Menyhért politikai társadalmi szerepvállása jelentős volt, kimagasló, hogy őket mindenképpen szerettük volna bevonni az emlékének alapításában, valamint azok a települések, akik eleve benne vannak, tehát Lónya, Tuzsér, Vásárosnavény, Nyíregyháza, Budapest, határon túlról említettem Beregsomot, Kárpátalja, valamint a felvidéki Deregnyő is, ha szintén lónyai birtokok voltak egykoron, és az építhetőségi helyszínek, vagy annak a emléke még a mai napig is él. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, a vármegyeháza bejáratánál áll Gróf Lónyai Menyhért mellszobra is. Hozzátette, olyan államférfi volt ő, akinek sokrétű munkássága példát mutat a mai kor emberének is. Nagyon sokat jelentett, illetve jelent a mai napig is Lónyai Menyhért az országnak és a vármegyének, hiszen olyan intézményeket alapított, olyan pénzügyi szemléletet vezetett be a mindennapi gyakorlatába az egyes intézményeknek, amik nagyon fontosak manapság is. A Lónyai 200 emlékév egyik fő támogatója a pénzügyminisztérium mellett a miniszterelnökség volt. A zárórendezvényen Panyi Miklós miniszterhelyettes azt hangsúlyozta, ritka képességű, kiemelkedő államférfi volt Gróf Lónyai Menyhért. A kiegyezés utáni boldog békeidők első pénzügyminisztere igazi országépítő volt. Mind a gazdaság terén, mind a gazdaság motorjainak a beindításán, mind pedig a tudományos életben a technológiai fejlődés és a tudományosságnak a mecenatúráján keresztül nagyon sokat tett ebben a békeidőbeli korszakban ahhoz annak érdekében, hogy Magyarország arra a fejlődés útjára lépett, ami aztán ezt a 50 évnyi békeidőbeli korszakot jelentette Magyarországnak. Talán még azt is fontos kiemelni, hogy az országépítés időszaka az, ahhoz azért mindenképpen megfelelő keretekre van szükség. Ez a megfelelő keret pedig a béke és a békés együttműködésnek az időszaka. A 2022-ben 30 éves jubileumát is ünneplő Tuzsér Községért Közalapítvány a Lónyai 200 emlékév kapcsán számos kulturális közösségi eseményt, konferenciát szervezett partnereivel. A bicentenárium alkalmából 5 kiadványt is megjelentettek. Szerkesztés alatt van pedig az a konferencia kiadvány, melyben az emlékév előadásai olvashatók majd.